Köszöntök mindenkit! A mai szövegszerkesztési feladatunk apát napi köszöntő. Egy rövid kis köszöntőt írunk bele, utána pedig Barát Gabriella apák napjára című versét, legalább pedig beillesztünk egy fényképet vagy egy képet. Van hozzá nekünk egy mintánk, ami itt látható, illetve egy rövid leírásunk, hogy hogy kell elkészíteni ezt a dokumentumot. Akkor kezdjünk is hozzá. Tehát file, új dokumentum, üres dokumentum, itt látható a lapunk, hát először is ugye margót kellene beállítani, de mivel normál, ezért alapban normál méretű margó van, tehát nem kell hozzá nyúlnunk, azért megmutatom hol van, tehát elrendezés, margók, és itt vagy normál. Ha keskenyre vennénk, akkor ugye ha rákattintunk, akkor keskeny margót állítana be nekünk a program. Jó. Következő a tervezés. Itt pedig oldalszín. Kiválasztjuk a világos kéket. Ez lesz a háttérszín. Oldalszegélyek, és itt körbe beállítunk egy szegélyt, az egész dokumentumot körbevéve. A képek közül kiválasztjuk azt a mintát, ami lesz a szegélynek a mintája. Minta alapján egy szép kereket kell keresnünk. Mindjárt meg is lesz, megvan. Itt írja, hogy hatókör, teljes dokumentum, és akkor oké. Okay. Ez már meg is van. Most be kell írni a szöveget. Na, ezt most nagyon gyorsan fogom végrehajtani. Ugye? Visszamentünk a kezdőlap menübe. Bekezdés, és középre vízszintesen igazítjuk a szöveget. Most én varázsszorra beillesztem a szöveget. Természetesen vágólapról illesztettem be. Mit kell tudni erről a szövegről? A kiemelt részek, tehát ezek a részek, a megszólítás, illetve a versnek a címe, ez Times New Roman, 20-as betűmére, félkövér és dölt. A versnek a szövege, az Times New Roman, 20-as betűméret és csak dölt. És legalább úrra kell beillesztenünk egy képet. Szóval mintából, tehát a kis kivehetjük, de itt van a szövegszerkesztési leírás, jobb gomb, másolás, visszamegyünk a Word dokumentumunkba, legalább úrra, mert ide kell betennünk a képet, beillesztjük, és átugrott a másik oldalra. Na, akkor gyorsan megkicsinyítjük, visszamegy a helyére, és ugye a másik oldalak megnyitása is megszűnik. Megnézzük a méretét, ez 4 centi hivatalosan, és ugye önállóan beállította a 7,58 cm ez hosszúsága is. Jó. Ha megnézzük a dokumentumot, akkor úgy látom, hogy kész is van. Így néz ki a kész dokumentum. Elkészítése szerintem nem nehéz. Mindenkinek szép napot és jó munkát!